szeretnék önöknek prezentálni amolyan étvágy csináló képpen. Kérem szépen, egy egyedülálló tehetségű fiatalemberről van szó, aki 2010-ben Kölnben lett BMX világbajnok. Legutóbb maga kitalált egy trükköt, amikor fejjel lefelé pörgeti magát a vázon, amit pillanatnyilag a világon csak ő képes megcsinálni. Hölgyeim és uraim, Kun Ádám! Azon kívül, hogy BMX-ezel, vagy ez tölti be az életedet, azért valamit tanulsz, kisfiam, vagy kertészkedsz, vagy olvasgatsz, vagy jársz valami oskolába, vagy úgy gondolod, hogy a felsőoktatás útvesztői eredendő kreativitásodat csak károsítanák? Hát már elvégeztem egy főiskolát. Na helyes, jó van, mit? Szociálpedagógus vagyok. Na jó van, és fogsz erre a területre menni? Nem. Nem valószínű. Nem valószínű. Mi? Hát egy újabb diplomás, akit nem nagyon tudunk használni, de majd, de ez nem a te hibád, nem, hát ilyen az oktatási helyzet, ugye? Hát kérem, na jó, rengeteg fiatal van itt, figyelj ide. Hányan tanulnak kommunikációt? Legalább ketten. Szóval ebből is lát. Na jó, hát kérem, hát itt 500-nál nincsenek többen. Ezt szokták nézni, ez érdekes dolog? Tulajdonképpen én minden sportközvetítés nézést egy kicsit ilyen masztinak tekintek, nem? Tehát, hát inkább csinálj helyette valami. Jobb, nézek azért, persze, jó focit, meg minden egyebet. Ki volt a fő rivális? Hát egy francia srác, aki na, már megint. Egyik legjobb barátom. Ennek ellenére? Igen, mi nagyon jó barátok. Milyen nyelven beszélgettek, a tisztelettel érdeklődhetem? Hát angolul próbálkoztunk. Angolul próbálkoztunk. Igen, franciákkal, franciákkal jó angolul beszélni tovább a olaszokkal, mert ők se tudnak. Igen. Tehát ez egyértelműen növeli az ember önbizalmát. Hogy hívják ezt a speciális gyakorlatodat, vagy elemedet, vagy nem tudom, amivel hát egy kicsit a Trianon problémát meg tudtad a csávónak pendíteni? Hát sok olyan trükköt én találtam ki, amit más nem tud megcsinálni. Na ez a lényeg. Ezzel nyertem végül is. Nem tudok egyet kérni. Nem, de nekem engem úgy tájékoztatta. Ja, egy is van, de nem azzal nyertem meg a világot. Ja, de nem azzal nyerted meg? Most adtam be. Hú, azt most adtad be? És ezt fogjuk most látni majd? Nem, mert azt nem tudom mit megcsinálni. Azt nem tudod itt megcsinálni? Akkor mondd el, az mi az? Monster Whip. Kérem szépen, elvettem egy ilyen all-you-can-eat étterembe, abszolút nem függ össze se a BMX-re, se semmivel. Kis türelmedet kérem, elmentem. És madártejet lehetett többek között kapni, ami németül nincs is. Tehát nincs fogelmér, hülye németek nem esznek madártejet, tehát ezek zizik. De angolul ki volt írva? Mi a madártej angolul? Kristóf. Bird milk, hát szó szerinti fordításban, igen. Ez olyan, mint az anyai egy németül Mutterfahrkartell. Ugye? Tehát ezek ilyen régi dolgok, ha tudod? Mi? Egnag, aha, hogy tojás galuska. Ja, te csak így használod, de gondoltam, azért járattunk Amerikába egyetemre, hogy ezeket tudod. Na mindegy, nyilván a Jay Leno-nál nem ettél madártejet. Mi a hülye már mindegy, jellem, mármint a Leno. Na, zárójel, de nem, igazából nem csak hülyeskedünk. Nagyon poétikus neve volt, remélem, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődést, az volt írva, nem tudom honnan szedték. Az volt írva madártejre angolul, hogy Floating Island. Én itt most elvágom ezt a mondatot, mert én általában mindent mindennel össze tudok kötni, de a madártejet a BMX-re speciál még nem. Jó, akkor most azt látjuk, amivel nyertél? Nem. Nem. Hát mert nagyon rejtélyes csávó vagy, de úgy látszik ez a marketing része. Ez a marketing része. Tehát egyrészt nem az új számodat látjuk, ezt a Monster Whip-et, ahonnan eljutottunk a madártejig. Igen. Nem tudom, jegyzetel ezt nyugodtan, nem szégyen. Igen, ahol egy dolog mozog, és nem azt, amivel nyertél. Nem, mert ez a sport arról szól, hogy egy nagyobb talajon kell. Nagyobb talaj kell. És ez a 2x2 méter, ez minden csak... De azt is csinálhatod. De azt nem használhatom. Miért? Mert itt kell csinálnom. Ki mondta? Hát... Gyanakszom. De Kristóf, most kérlek komolyan, most beszélgessünk el, komolyan. 13 éve dolgozunk együtt, én próbálok megérteni. De komolyan, én minden felvételt úgy kezdek, hogy jóba leszünk, szeretjük egymást. Kérlek szépen, én új korszakot nyitok, gyere, leülök ide, picit elbeszélgetünk. De én minden műsort úgy kezdek, hogy félre a félreértéseket, megpuszilom virtuálisan a kis buksidat.
Na most ugye, miért nem használhatja a fiú azt a területet? De nem van nagyobb, hát sokkal nagyobb hely kellene neki, mint ez. És amit most fog csinálni, az érdekes lesz? Igen, az olyan. Te azt már láttad a próbán? Láttam, persze. De nem szóltál bele? Ne. Na jó. Azt hittem, hogy értesz a BMX-hez is. Na jó, hát akkor, kedves Kun Ádám! A vendégekre kicsit még várniuk kell, most egy kis PH értéket iktatunk be, de utána azonnal jövünk. Pillanatokon belül. Én a felnőtt csatornákra nem fizettem elő, mert költséges. Önnek nincs joga ezt a csatornát nézni, rohadjon meg! Hát te akkor mondom, akkor törölt ki! És a Sóder zenei színpadán Volt Kati. Az esti Sóder azonnal folytatódik itt az RTL Klubban. Jöjjön, Rúzsa Magdi. Média történelem. Csak Fábri kedvéért. A színész óriás, Serhalmi György. Négyjegyeddé vált a híres fehér tarna cipő. Fábri. Nem büdös meg a lába. Büdös, mikor belelépek a kutyaszarba. És a Sóder zenei színpadán Volt Kati. Az esti Sóder azonnal folytatódik itt az RTL Klubban. Sikereket kívánunk. Jó, és szívből gratulálunk! Kun Ádám világbajnok! Na szóval, annak, hogy